Ki engem még így néztettek le a bási tetejére. Sem ezt az oszlopot, sem ezt a házat, de még a szomszédos épületeket sem láthatják azok, akik a Vörösiszap katasztrófa egy éves évfordulóját követően látogatnak Devecserre. Ott ez egy szilvafánk is, apa. Az orgonabokor, a környező fenyő és szilvafánk emlékeztetnek már csak az egykori utcaképre. Hettinger Tamásné, aki a házuk előtti oszlopon vészelte át a szörnyűségeket, ma már Ajkán él, és ahogy mondja, most már igyekszik a jövőbe tekinteni, és nem a múlton rágódni. Az ember megy tovább, az ember tovább néz, az élet megy tovább. Úgyhogy annyi, hogy ez az emberben bent van, meg benn is marad, szerintem, amíg él. De a problémákat, azokat meg kell vívni. Amik jönnek, azokat meg kell vívni, tovább kell menni. Hettinger Tamásné egykori otthona és szomszédainak háza helyén emlékparkot avattak. A belügyminiszter az ünnepségen a nemzeti összefogásról és az ennek hatására teljesített kormányzati ígéretről beszélt. Elvitte a múltat. Pintér Sándor szerint az egész világ számára példaértékű ez a szolidaritás, és az elmúlt 12 hónap alatt végzett megfeszített munka, amellyel újjáépítették a katasztrófa által érintett területeket és a környezetet. Összefogásból, szolidaritásból példát mutattunk a világnak. Megújítottuk a környezetet, újjáépítettük. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter emlékéremmel köszönte meg a mentesítésben és az újjáépítésben résztvevők munkáját. A Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság egyenruhásai a kezdetektől jelen voltak a katasztrófa sújtott településeken. Miniszteri elismerésben a szervezet igazgató helyettese részesült. Ez az elismerés a legrangosabb helyre fog kerülni. Büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, de nem csak én vagyok jogosult erre, hanem társaim, akik itt voltak a elhárítás során, és hát igen, nagy árat kellett fizetni az itt élő embereknek ezért az elismerésért. A katasztrófa áldozatairól Kolontáron is megemlékeztek. Emlékezni gyűltünk ma össze. Az emlékhelyen a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az emberi kapzsiságról beszélt. Kontrát Károly szerint a tragédiát okozó embereknek bűnhődniük kell tetteik miatt. Ez a katasztrófa a felelőtlen emberi kapzsiság, a gátlástalan pénzhajhászás és az emberi nem törődés következménye volt. Az egy évvel ezelőtti Vörösiszap ömlésben 10 ember vesztette életét, és több mint 350 ház vált lakhatatlanná. Ezek többségét már lebontották, helyükön pedig parkot hoztak létre. Az elmúlt hónapokban 112 új házat építettek azoknak a családoknak, akik otthonuk elvesztése után a katasztrófa sújtotta településeken szerettek volna új életet kezdeni.